Köszöntöm a Garai magazin nézőit! Minden évben kiemelkedő esemény a Garai gimnáziumban a Garai napok rendezvénysorozata. Ez a néhány nap, amire tanárok, diákok és a szülők is készülnek, ennek megfelelően nagyban erősíti az összetartozás élményét. Látsejem szál elszakadhat, haragod elragadtat. Szétgurulnak szívgyöngyeim, mossák őket elkönnyeim. Egy csepp könyvből lesz majd ezer, patakká lesz, duzzad meder. Bőszörvényben elvész gyöngyöm, viszi folyam hegyen völgyön. Kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Garai napok idei rendezvénysorozata. Olyan alkotások kerültek ki a falakra és a vitrinekbe, melyeket az iskola diákjai készítettek. A Garai napok az összetartozásról szól. Nem csak a diákoknak ünnep, hanem a tanári kar számára is különleges alkalom. Sok évre visszatekintve minden évben izgatottan várja tanár és diák is egyaránt a Garai napoknak a rendezvénysorozatát, így van ez idén is. Sokféle, 16-17 féle programot kínálunk a diákoknak ezen a napon, és ehhez kapcsolódóan a nagy országos, illetve már Kárpát-medencei kiterjedésű versenyeink is ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódnak. Tehát egy nagyon fontos pillanata, pontja az egész tanévnek ez a programsorozat. Van olyan diákunk például, aki egy évet kint töltött az USA-ban, és a kinti élményeiről számol be a diákjainak. Ezen kívül sikerül minden évbennek, nagyon örülünk a szülőket is bevonni a rendezvényekbe. Most is van több olyan szülő, aki vállalta, hogy előadással, foglalkozással, érdekes foglalkozással érkezik a gimnáziumba, és szórakoztatja a diákokat. Illetve az még fontos elmondandó, én úgy gondolom, hogy ezeket a programokat, tehát nem mi a tanárok találjuk ki, hanem összegyűjtik az osztályfőnökök előzetesen a diákok ötleteit, javaslatait, ezeket begyűjtjük, és amit tudunk, azt ebből próbálunk megvalósítani, ebből az ötlettárból válogatunk, és egyeztetjük utána természetesen szülőkkel, külsősökkel ezeket a javaslatokat, mennyire lehet ezeket megvalósítani. Van pezsgés, van nyüzsgés, különösen azért, mert a 11. évfolyamosoknak is ebben az időszakban van a diák igazgató választásra készülő programja. A kampányok a demokrácia tanításának jó talaja, mondja az igazgató helyettes. Érdemes tényleg ezeket a vitákat, a kampányvitákat végighallgatni, végignézni. Hihetetlen, milyen intelligensen érvelnek, ellenérvelnek a diákok, reagálnak egymás programjaira, illetve védik meg a saját álláspontjaikat. Úgy gondolom, hogy sokszor a nagy politika az hát messze marad ettől a színvonaltól, mint amit itt tapasztalunk. És nagyon intelligensen szervezik a kampányt, és visszafogottan, szélsőségekbe nem futnak bele, nagyon figyelnek erre a kampányfilmek elkészítésénél is, és nem csak ezt az évfolyamot rántja össze ez az esemény, hanem a kisebbek is természetesen látják azt, hogy néhány év múlva, ugye az alsóbb évfolyamosok számára akkor milyen diák feladatok várnak majd rájuk, illetve milyen lehetőségeket kínál ez a rendezvény a számukra. 26. alkalommal szervezték meg a Szekszárdi Garai János gimnáziumban a Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei nemzetközi földrajzverseny döntőjét. Minden évben más ország földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti értékeiből mérik össze tudásukat a továbbjutók. Idén Románia volt a döntő témája. Medvetó, Szent Anna-tó, Békásszoros, a fogarasi havasokban egy fantasztikusan szép élmény volt. Saját romániai és erdélyi élményeiről beszélt Brun Györgyné, a Szekszárdi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese a 26. Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzverseny döntőjének megnyitóján Szekszárdon a Garai János gimnáziumban. Az egyéni tanulmányi verseny döntőjébe Kárpát-medencei magyar középiskolás tanulók jutottak tovább.
A koronavírus kapcsán bevezetett rendkívüli óvintézkedések miatt azonban a szexárdi döntő nemzetközi jellege sajnos idén elmaradt. A Magyarországgal határos országokból csak egy tanuló és felkészítő tanára érkezett, így a továbbjutók csak fele jelent meg a végső megmérettetésen. Az idei döntőbe jutó diákok Románia földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti értékeiből készültek és mérték összetudásukat. Dudás Márk, budapesti végzős tanuló többek között úti könyvekből készült a versenyre. A döntőre úgy lehet le elsősorban készülni, hogy az ember ismeri a feladatokat, ezek meg voltak adva, szóval ez ebben sokat segített, meg a tavalyi tapasztalatok is segíteni tudtak ebben nekem. Ugyanakkor, ami nagyon hasznos mindig, minden évben, az, hogyha az ember úti könyveket néz elsősorban, ez most jelen esetben lehetett erdélyi és román egyaránt, mindkettőben hasznos információkra találtam, és ez kulturális szempontból, valamint tényleg földrajzilag is olyan dolgok vannak ezekben, amikből tényleg sokat meríthet az ember, és maga is rácsodálkozhat, hogy milyen érdekességek vannak itt. 8 útvonalnak a leírása között egyaránt találhatók romániai típusúak és erdélyi típusúak is. Az erdélyi típusúak között, mint például mondjuk a Bánság, Temesköz, Bánati hegyvidék, ezekkel kapcsolatban, meg erdélyi középhegység, ezekkel kapcsolatban tényleg olyan útvonalakról beszélhetünk, ahol a gyalogtúra az egy nagyon opcionális megoldás lehet. A másik esetekben, amikor például Dobrudzsát kell bejárni, vagy mondjuk Havasalföldet, akkor pedig inkább az autó az a közlekedési eszköz, amivel haladni lehet. Ugyanakkor minden esetben fel tud az ember fedezni olyan érdekességeket, amiről nem is gondolta volna, hogy ezek ott vannak. Erdélybe többször is jártam, mert édesapám ő partiumi származású, nagyváradi, és ezért ezzel a környékkel ismerős vagyok. Ugyanakkor a Kárpátokon túl csak átutazóba voltam. Ez a tájegység alapvetően alföldi jellegű, viszont a Kárpátokból lefolyó folyók jelentős hordalékot hagytak az Alföld északi részén. Utazásunkat Havasalföld nyugati részén kezdjük, a Vaskapu szorosnál, melyen 2 duzzasztógát is épült, Szörényvár román nevén Turnus Severin térségében, mellyel megemelve a vízszintet a Vaskapu szorosban, ezáltal hajózhatóvá tették még későbbi időkben ezt a folyószakaszt, ezáltal lehetővé vált a kereskedelem és a folyami szállítás a Duna folyón, akár a Fekete-tenger felé, később a megépített Duna-Majna-Rajna csatorná révén egész az északi tengerig is hajózható volt ez a folyó. A magyarok őshazáját kereső világutazóról elnevezett verseny célja, hogy a magyarországi és a határon túli magyar diákok jobban megismerjék a Kárpát-medencét, illetve Európát. A hagyományos feladatsorok mellett interaktív, vetélkedő jellegűeket is beépítettek a feladatsorba. Ilyen például egy a szervezők által meghatározott útvonal idegenvezetői stílusban való bemutatása, mondta Huszárik Imre, igazgatóhelyettes. 20 tanuló jutott a Kárpát-medence különböző iskoláiból, határon belül és határon túli iskoláiból a Kárpát-medencei döntőbe, mégpedig olyan módon, hogy decemberben volt egy országos válogató forduló, egységes időpontban ugyanazt az írásbeli feladatlapot kellett megoldani, és a legjobb 20 eredményt elért versenyzőt hívtuk be a döntőbe, azzal a megkötéssel, hogy iskolánként maximum 2 főt hívunk be. És ilyen módon egy kicsit próbáljuk gazdagítani az iskolák tárházát, mert egyébként lehet, hogy kevesebb iskolából jönnének csak, mert vannak iskolák, akik erre a versenyre nagyon kihegyezik magukat, hogy fogalmazzak így, és onnan akkor esetleg több versenyző is bejutna, úgyhogy emiatt így döntöttünk, hogy lehet, hogy ez a szakmaiságon egy kicsit csorbít, de ugyanakkor mégiscsak a résztvevő körét bővíti. Az itteni feladatok nagyon változatosak, igyekszünk nem hagyományos földrajzversenyt lebonyolítani, hanem nagyobb hangsúly van a szóbeliségen, a gyors reagáláson, tehát egy kicsit vetélkedő irányába elvinni a versenyt, illetve nem hagyományosan csak földrajzi témákat, hanem
jelen esetben éppen Romániából a hagyományos természeti, társadalom, földrajzi témákon kívül a gasztronómiától a híres emberen, elsősorban a magyar történelemhez kapcsolódó történelmi eseményeken keresztül mindenféle kulturális, különleges rekordok, tehát szélsőségek, minden előfordulhat a verseny során különböző írásos, illetve szóbeli formában, és ami talán a versenyünknek a speciális része, az az úgynevezett idegenvezetés. Ez úgy néz ki, hogy előre megadunk 8 területet az országból, és a versenyző a döntőre való felkészülése során egy tetszőleges útvonalat kiválaszt, egy létező, valóságban mondjuk például autóbusszal bejárható útvonalat választ ebből, és ezen képzeletben végigutazva elmondja az adott területnek a nevezetességeit. Következik egy természeti forma, tehát hogy mit látunk a képen, mi az a természeti egység, táj, mi a neve. Ja, ez még bocsánat Kóskárainak a... Igen? Békásszoros. Pontosan, ugye nemzeti park, annak ellenére egy mindig nagy zsibbásár van itt a szorosnál, tehát ez is akkor a kérdés az, még egy nemez, ehhez kapcsolódóan, hogy a keleti Kárpátoknak ez melyik övezete, melyik kőzet, látszik a képen is, tehát magyarul a képen milyen kőzetet látunk? Mészkő. Tehát ez a mészkő szírt övezet egész pontosan. Az első helyezett 5 napos külföldi utazást nyer Erdélyben. Egy erdélyi Dél-Kárpátok belé 5-6 napos utazás, körutazás, kimondottan földrajzi szakmai programmal történő utazás lesz a fődíj. Ez nem egy hagyományos turista út, amit mondjuk az utazási irodák kínálatában szerepel, hanem ez kimondottan földrajzos, tehát nagyon különleges, nem turisták által nem látogatott, nem ismert helyek, hanem ez nagyon szakmai jellegű, és nyilván földrajzi szempontból érdekes helyek felkeresése történik ennek a programjában. Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a vers és prózamondó verseny, melyet a Szekszárdi Garai Gimnázium indított, és amelyik már túlnyúlik az ország határain is. A cél a versmondás népszerűsítése mellett a Tolna megyei alkotók művészetének életben tartása és megismertetése a fiatalok között. Szeretném, ha volna Isten is megbüntetne. Kezemre verne, vagy a sarokba térdet letetne. Leíratná velem 100-szor. Szeresd, akik téged szeretnek, hogy ne vedd el jogtalanul az ő szeretetüket. De nincs Isten, csak a sátán. 13. alkalommal rendezte meg a Garai Napok keretében az Én Pannóniám középiskolás Kárpát-medencei vers és prózamondó versenyt a Szekszárdi Garai Gimnázium. A kiírás szerint a jelentkezőknek az első fordulóban egy videófelvételben kellett jelentkezni, és az elődöntőből 32 versenyzőt hívott a zsűri az előválogatót követően a szekszárdi döntőbe. Észrevétlen, szintálló, naphosszú, éhosszú, monoton, koros felvetezés. Monoton, ó, csak zuhogna már, vagy villámot szülne. Küldene. Mert szép zenek az is. A zápor, meg a dörgés, hogy érdemes fájva hajulni. Hát 13 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy nincs igazán középiskolásoknak szóló vers és prózamondó verseny országos szinten, és milyen jó lenne, hogyha kifejezetten ennek a korosztálynak indítanánk egyet, méghozzá azzal a céllal, hogy egy picit egy szűkebb régiót, Tolna megyét vigyük jobban be a köztudatba irodalmi téren is, hiszen itt hatalmas költői egyéniségek voltak a mi megyénkben, Szekszárdon is, meg hát gondoljunk Babicsra, Illyésre, de hát a kortárs, illetve most már nem annyira kortárs, Baka Istvánra is gondolhatunk, vagy Lázár Ervinre, Mésző Miklósra, tehát hogy itt, és a fiatalok pedig, hát a padnak az alkotói szintén itt vannak. Úgyhogy szerettük volna azt, hogyha egy olyan verseny van, amivel egy kicsit népszerűsíteni tudjuk a Tolna megyei irodalmat, és úgy gondoltuk, hogy miután az iskolának vannak testvérkapcsolatai, tágítsuk ezt ki Kárpát-medencei
találkozóvá, mert hogy nem is a verseny lett volna itt elsődlegesen a cél, hanem azt, hogy versszerető, versmondók találkozzanak egy napon, mutassák meg egymásnak, mit tudnak, hozzák el a legkedvesebb verseiket, és aztán ez így alakult, és akkor mindig valamivel bővült, évfordulóhoz kapcsolódtunk. Most például az idén ugye Trianon századra emlékezünk, és ezért a versenykiírásban az egyik kikötés az volt, hogy olyan témájú verset vagy prózát hozzanak, ami a trianoni kudarchoz kapcsolódik, vagy traumához kapcsolódik, illetőleg hát Tolna megyei természetesen legyen benne, és a harmadik vers pedig szabadon választott volt. Eleinte ugye ez csak egy helyi verseny volt, amit egy vagy két fordulóban tudtunk megtartani. Aztán az évek során úgy bővítettük, hogy az első forduló, vagy hát az iskolai fordulók után a következő forduló az egy videófelvételes megnyilatkozás volt, amit előzsűrizett a zsűri, és az alapján döntött el, hogy kik lesznek azok, akiket most már a döntőbe meghívunk. Ezen a versenyen minősítéseket lehet szerezni, bronz, ezüst és arany minősítést, illetve az arany minősítések között pedig még díjakat is osztunk, fődíjat, nívódíjat, talentumdíjat, reménységdíjat, és hát most már évek óta van egy úgynevezett közönségdíj is, amire tehát a jelenlévők, versenyzők és kísérőik szavazhattak, hogy szerintük ki volt a legjobb. És ex-oriente Samara Deluxe-ban görbülnek új gen-min szekek felé. Örvendezünk hát, és nem is titok 88 telén. Ne számold, mennyi rímet visszaloptam. Elég is ennyi. Némulok, szegény magyar. Kolti Helga színművész a Versünnep Fesztivál egyik főszervezője, a zsűri elnökeként arról beszélt, látva ezeket a fiatalokat, biztosabban nincs veszélyben a versmondás jövője Magyarországon. Minden olyan alkalom, ünnep, ahol a vers van a középpontban, ahol a magyar líra van a középpontban, és ez egy nagy hagyományokkal rendelkező, nagyon magas színvonalú esemény, úgyhogy minden összefüggésében vers ünnep. Van egy-két tipikus probléma, én azt gondolom, hogy ezeknek az öme generációs probléma, meg a minket körülvevő multikulturális közeg okozta összefüggések, de nagyon izgalmasak voltak a versválasztások, nagyon sok jó képességű versmondóval találkoztunk, és hogyha ezek a versmondók a tovább lépés útjára kerülnek, akkor megvannak azok a rendelkezésre álló eszközök, amiknek a segítségével nagyon szépen tökéletesíthetik a képességeiket és a teljesítményüket. Én magam is látom, a versünnep 15 éves múltjából is egyértelműen látszik, hogy igenis van utánpótlás, és nagyon tehetséges, nagyon képességes gyerekek jönnek, akiknek fontos a vers, a versmondása, magyar nyelv, méltó képviselete. Megnyugodni, ha azt jelenti, hogy hátradőlünk a székben, és azt mondjuk, hogy mindent elvégeztünk, akkor azt mondom, hogy semmiképpen. Az a megnyugvás, hogy mindent megtettünk, ami tőlünk telt, azt meg kiki döntse el maga. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok. De az látszik, hogy ez a folyamat mindig is gondozást igényel, és akiknek ez szívügye, azoknak oda kell tenni magukat teljesen. A versmondást remélhetőleg nem veszik el, mondja Kolti Helga, lassan hungarikummá válik. Hogyha körbenézünk a nagyvilágon, ez a fajta a művészetnek, az előadó művészetnek, ez az ága, a pódium művészetnek ez a formája, ez tulajdonképpen kihalóban van. És az, hogy ilyen nagy számban van utánpótlás, azért az mindenféleképpen örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket. Piros alma terem az almafám, abból sem küldhetnék el nagyapám, pedig az ő faluja is hazám. Másképp lesz ez, tudom. Nem sokára, ha megjövünk mi is akkorára, s együtt megyünk vissza az ő kicsi falujába. Visszaveszünk a kerti almafát, a zöld erdőt, az ős magyar hazát, a fehérhajú szegény nagyapát. A 13. Én Pannonia Kárpát-medencei versmondóverseny fődíját Simon Petra Csenge,
a budapesti Nemesnay Ágnes gimnázium tanulója nyerte. Nívódias lett Sándor Zsigmond, a Szekszárdi Garai János gimnázium tanulója, míg a közönségdíjat Tüdi Márka, a Ceglédi Patkós Irma gimnázium tanulója érdemelte ki. Az Erasmus Plus pályázat keretében 7 diák és 2 tanár vett részt a szicíliai Barcellona Pozzo di Gotto városában az olasz középiskola által szervezett programokban. Ez már a 3. diákcsere program volt, így a résztvevők mind ismerték egymást. Az Erasmus Plus pályázat keretében 7 diák és 2 tanár vett részt a szicíliai Barcellona Pozzo di Gotto városában az olasz középiskola által szervezett programokban. Ez már a 3. diákcsere program volt, így a résztvevők mind ismerték egymást. Még híresen volt a koronavírus járványának, mikor a garais diákok az Erasmus program keretében jártak Olaszországba, ahol a lengyel, a spanyol, vendégfogadó ország diákjaival közös programot bonyolítottak le. Catániában, Szicíliában természetesen nem csak a tanulásról volt szó, hanem az ország kultúrájának és gasztronómiájának megismeréséről is. Olaszországban akkor még a karnevál időszaka volt, így tele voltak az utcák érdekes jelmezbe öltözött gyerekekkel, fiatalokkal. A főtéren mutatványosok és könnyű zene szórakoztatta az embereket. Az iskolai program keretében az olasz diákok készültek rövid prezentációkkal, melyben bemutatták a város néhány nevezetességét. Majd a résztvevő iskolák diákjai előadták prezentációjukat, melyben bemutatták néhány az országukra legjellemzőbb művészi alkotást. A program részeként az Amnesty International egyik munkatársa az emberi jogokról vezetett műhely munkát, házigazdáink még az utazás előtt kérték, hogy minden csoport vigyen valamilyen az országra jellemző tipikus ételt. A szünetekben ezekkel kínáltuk egymást. Február 19-én szerdán az olasz kollégák és egy idegenvezető a Milazzo Castle és tengeri rezervátumhoz vitte kirándulni a csapatot. Az olasz vendéglátók meghívtak egy grafikus tervezőt, aki felrajzolta az iskola egyik folyosóján 2 oldalt a falakra a logónkat, amit garais diák készített, és az emberi jogokkal kapcsolatos címszavakat. Ezeket festették ki a diákok. Összefoglalva, az egyhetes diákcsere program nagyon jól sikerült, ami igazán a legjobb volt az egészben, az a 4 ország diákjainak összetartása volt. A diákok egy része már abban is megegyezett, hogy mikor találkoznak újra Szicíliában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!